Sziasztok! Ez itt a Kisember a Nagy Enduron című sorozat. Az én nevem Rece. Indulásra kész vagyok, tőlem mehetünk. Szóval elkezdődik a túra, gyerekek. Grúzia, Örményország és Dél-Kelet-Törökország. Nagyon vártam már ezt az utat. Gyerekek, el se hiszem, végre motoron ülünk. Annyira utáltam már ezt az autós dolgot, hogy el se tudom mondani nektek. Apám, tök üres a határ. Sehol senki. Na még ilyet. Ezt el se hiszem komolyan. Mi van itt? Alig vannak autók. Hát ez semmi. Hiszen végre, gyerekek, itt vagyunk Törökországban. A francba. Valami sokáig tartott ide érni. De most már végre minden megvan. Van felkeny, pénzt váltottunk, megvan minden, amit kell. Most már csak szállást kell keresni ma estére. Szerintem ebédnyében fogunk megszállni. Úgyhogy előre ennyi. Ciao.
a Boszporusz Isztambullal. És megérkeztünk Ázsiába. Felé megyünk, ugye? Igen, egy csomószor újra tervezett, de csak azért, mert itt a lezárás volt. 486 km van hátra. Mert ez az út, ez nem út. Útnak jelölik, de látod, mondta a fickó, hogy nem. Az jó lesz nekünk. Na, megvárjuk a Pétert. Ja, itt van, oké. Már meg is jött. Szegény biztos be van a pedig már csak egy kilométer vagy másfél, hogy visszaérjünk a D10-re. Gondolom nem tudja, hogy hova a vagyunk. Csak a szokásos. We'll be right back.
jó reggelt kívánok mindenkinek! Akkor most elindultunk végre Grúziába. Az elmúlt napokat próbáltuk úgy intézni, hogy minél kevesebb kilométer maradjon a mai napra. Azzal számolunk, hogy a határátlépés is időt vesz el, ahogy átérünk, hogy kártyát kell vennünk, én nekem gumit kell cserélni a motoron. Az idei túra az Grúzia, Örményország, teljesen rendhagyó módon az idén az út első részét autóval tettük meg. Télen közé tettem egy felhívást motoros csoportban a Facebookon, jelentkeztek többen, végül is egy srác, a Péter maradt, aki azt mondta, hogy jön velem. Neki az volt a problémája, hogy a motorja garanciális, és semmiképpen nem akarta túllépni a garancia intervallumot, szeretett volna kilométereket megtakarítani. Ő nagyon szerette volna elvinni Isztambulig, én azt már annyira nem szerettem volna, még a Szófiába belementem. Az első napok nagyon nagy érdekességgel nem jártak, tulajdonképpen végig kellett mennünk Törökországon, a Fekete-tenger partján haladtunk egészen Batumiig. Köszönöm szépen a figyelmet! Iratkozz fel a csatornámra, és nyomjál rá a kis csengő ikonra, hogy értesülj az újabb részekről! Na gyerekek, ezt is megértem! Végre létrejött Grúziát! Hittem, soha nem jutok át!